Na, mi a véleményed? Jól néz ki? Remek munkát végeztél, András. Aha. És mikor költözünk be? Hú, hát az még odébb van, fiam. Örülök, hogy itt vannak. Szóval, Józsi, szépen megy minden. Hát, majdnem. Majdnem? Elmondanék néhány dolgot, vagyis megmutatnék a házmester lakásban. Őrült szomjas vagyok. Én is. Gabi vár minket, megígértük, hogy segítünk neki. Zsuzsa, akkor ti menjetek előre, nem? Na, ne rosd el a kedvem, minden buliról elkésel. Ma este ez másképp lesz, ígérem. Elvégre az új házat ünnepeljük. És Zolit. Anyu! Tanú! Ne haragudj, Gabi, csak most értünk ide. Már kész vagy? A díszítésben még segíthettek. Ne féljetek, adok nektek munkát. Gyerekek, itt az új főnök. Végre van egy hely, amit én rendezek be. Úgy néz ki, és úgy üzemel, ahogy nekem tetszik. Tessék, dolgozzatok. Mi van benne? Elletébb. Egy éven belül felfuttatom a bisztrót. Helyes. Már ma este elkezdheted. Tudod, hogy ezt akarom. Majd meglátod. Jó. Lehet, hogy Zoltánnak egyáltalán nem kellene felvennie üzletvezetőt. Gondolod? Hm? Te lennél erre a legalkalmasabb. Mit izgulsz ennyire? Ilyen munkát bárhol találsz. Hát nem tudod, milyen helyeken dolgoztam eddig. Ez egy nagyon jó bisztró. Nem nyitunk vitát. Nem akarsz segíteni? Nem. Mama, szomjas vagyok. Szolgáljátok ki magatokat. Szevasztok, srácok! Kezdődhet a buli. Itt van Laci bácsi. Meghoztam a piákat is. Dani, gyere! Lacit is beszervezted? Neked tényleg nem kell üzletvezető. Komolyan gondolod, hogy Zoli belemegy? Tessék, itt vannak az ablakok. Látod a tömítést? Nem látom. Mert nincs. Azt is kisforrolták. Húzat lesz. Folytatom. Nem megfelelőek. Igen. Ez olcsóbb üveg, mint amilyet előírtam. Bejön a hideg. Válaszfalak? 8-as mindegyik. 8-as? Miért 8-as? 12-es terveztem. Hát a 8-as olcsóbb. De hát most mi lesz? Akkor kidől meg, megreped? Dehogy, a meleget is tartja. Csak a hangszigetelés. Arról van szó, Magdi, hogy túl vékonyak a falak. A suttogást is meghallják a másik szobában. Tényleg minden áthallatszik. És ez rontja a komfort fokozatot. Miklós, rendeltél a változtatásokat? Igen. Kénytelen voltam csökkenteni a kiadásokat, mindig ezzel védekezik. Ne, hozok képakasztót. Ó, a szög is megteszi. Nem, akasztó kell. Mindjárt hozok, jó? És fúrót is. Mi legyen a tömítéssel? Azért ezen nem kéne spórolni. Nekünk nagyon megfelel, minden rendben van, egy szavunk nem lehet. Mindenre bólogattok? Igenis, javítsák ki a hibákat. Mónika, te ebben ne szólj bele. Nyugodj meg, nem fogom annyiban hagyni. Beszélek az öcsémmel. Apa, hagyd, beordom mindent Danival, öreg vagy te már ehhez. Ékes, tanulj meg egy dolgot apádtól. A melóhoz sohasem öreg az ember. Különben elképzelhető, hogy igazad van, és más pályát kellett volna választanom. Ne emlegesd a pályaválasztást. Anya halálra gyötör, és mondta, te is kezded. Miért, mit akar? Azt, hogy menjek egyetemre, lehetőleg orvosira vagy jogra. Na, menjél. Apa. Na jó, igazad van. Te mit szeretnél? Abba akarom hagyni a sulit, unom. Unod? Na ne mondd! Szerintem a tanulás nem helyettesíti a tapasztalatot. De a tapasztalat sem helyettesíti a tanulást. Ugyan te vagy az élő bizonyíték. Én? Csaba, nekem kell mindent csinálnom. Csak még ezt az egyet. Szóval, mi a véleményed? Hát az az igazság, hogy ezt a dolgot egy perc alatt nem lehet eldönteni. Én a helyedben tanulnék és várnék. Mire várjak? Várnék egy jó állásajánlatra, és talán az is meggyőzni anyádat. Azt hittem beveszel az egyik üzletedbe. Szó sem lesz, szól, édes fiam. Miért ne? Biztos, hogy sokat tanulnék tőled. Iskolába tanulj, ne tőlem. Higgy nekem, higgy apádnak. De most ez a feladat. Jó? Erre majd visszatérünk. Te is itt vagy. Szerinted honnan hozta ezt Laci? Nem úgy tűnik, hogy Edison volt. Megint valami üzleti ismerősétől. Én is azt hiszem. Régen láttalak. Nem tudod, mit veszítettél. Tényleg? Például mi? Nem vagyok már kisgyerek. Igaz, már 15 is elmúltál. Dani, menj be, számold meg, hányra kezd van benni. Laci,
Mondtam, hogy a diszkontban vásárolj. Na, nyugi, nyugi. Hoztál számlát? Mi a csodának? Bomba jó üzletet csináltam. Nem ismerem ezt a márkát. Itt a lehetőség, hogy megismert. Az biztos. Többet vettem, mint ami egy év alatt elfogy. Kossod meg, milyen finom. Hogy lehet finom, ami olcsó? Nem is tudtam, hogy szakértő vagy. Kata, ez nem a te dolgod. Majd Gabi elintézi. Az a lényeg, hogy Zoli elégedett legyen. Fogalma sincs róla, hogy őt ünnepeljük. Már sejti. Nem hiszem. Tudja, hogy ma este mindenki eljön? Azt mondtuk neki, hogy az építkezés miatt, hogy azért bulizunk, mert készen van a ház. Mami, én is ijatok majd pezsgőt. Nem. Ne próbálkozz, kicsim, nem iszol. Nagyon szeretnél. Aha. Beköltözöttál valaki? Igen, Magdi és Vilmos. Most cipelik a bútorokat. Látnod kellene az arcukat. Madarat lehetne fogadni velük, olyan boldogok az új lakással. Eljössz az esti bulira? Talán. Csak talán. Na, tök jó lesz. Ilyen rámenős lett. Miért baj? Hát talában én szoktam elhívni valakit. Jössz vagy nem? Na jó, rendben, de ugye nem kell egyedül mennem, az túl unalmas. Kit hozol magaddal? Fogadjunk, hogy... Mondjátok csak! Merre találom Berényi Miklóst? Fent van az irodája az emeleten. Ő az udvariasság. Aha, na most akkor jössz vagy nem? Talán. Nézzétek, itt van Ákos! Mi van? Annyit tőltem, hogy nem ismertek meg? Ó, semmi, csak nem vártunk. Nincs oda véletlen, az apám se. De este jön. 8 körül. Akkor kezdődik. Micsoda? Mi kezdődik? Hát a buli. Neked nem szólt? Semmiről sem tudok. Egy órája szálltam le a vonatról. Úgy volt, hogy kijön elém. És nem ment? Nem. Ez furcsa. Nem jellemző Zolira. Nyilván közbe jött valami. Nyilván. Gondolom valami halaszthatatlan. Biztos jó oka van rá. Lényeg az, hogy itt vagy. Menj, igyál valamit. Végül is te cserbe hagytál. Pedig az üzlet előnyös lett volna mind a kettőnknek. Semmiről sem tehetek, a bátyám döntött úgy. Na jó, Zolit hadd ki ebből, jó? Veled egyeztem meg, és ha most kiszállsz, nagyon megjárhatod. Mulatságos, hogy fenyegetsz engem, Attila. Saját irodámban. Ne akar túl nagy szeletet a sütéből, ez nem áll jó egy ilyen egyszerű vidéki fiú. Nem tisztázzuk a dolgot. Nem tudtam, hogy tárgyalsz. Én sem. De már végeztünk. Lesz még ennek folytatása. Tulajdonképpen mi történt? Á, szokásos. Egy türelmetlen szállító a sok közül. Én ezt nem nevezném szokásos esetnek. Nincs erről a kedvem most fecsegni, Józsi. Szóval mit kell tisztáznunk? Nos, néhány változtatásodat. Hallgatok. Sorolom. Nincs tömítés az ablakokban. Ócska üveget rendeltél, azt... Elég. És volt még? A válaszfalak. 12-est kértem, de ezen is változtattál, mert spórolni akartál. Megtakarítsunk pár 100 forintot. És most mi a hiba? Az, hogy kontármunkát végeztettél a fiúkkal, tönkretetted a fantasztikus terveidet. Igen. Fájlalom. Ne, ez nem elég, Miki. A változtatásra szükség van, András, ahhoz, hogy ne lépjük túl a költségvetést. Hogyan ez marhaság? Na jó. Látom, hogy nem lehet veled értelmesen tárgyalni. Beszélek Zolival. Most azonnal. Csak tessék. Tessék, itt Csurgó. Halló, szia. András vagyok. Beszélhetnék Zolival? Nem tudom adni a bátyádat, mert üzleti megbeszélése van. És meddig tart? Körülbelül egy óra. Fontos ügyben tárgyal. Átadom az üzenetet. Mindenféleképpen gyere el este. Nem, kösz. Moziba megyek. A bulit apád tiszteletére szervezzük. Egy gesztus, hogy megköszönjük, amit értünk tett. És én? Mit köszönjek neki? Marad még kávé? Tessék, fiam. Köszönöm. Kata és Csaba is itt lesz este. Talán. Jön Hoffer Eszter, meg Misi. Külön vonulhattok, ha akartok, igaz, Kata? Aha. Csaba, beszéljétek rá Ákost a bulira. Zsuzsa, ne erőlködj. Senkinek sem fogok hiányozni. Ha előkerül az apám, nyugtasd meg. Biztos nagyon aggódik miatta. Na végre, hogy elmondom. Miért vagy ilyen undok hozzá? De hát nem szeretem Ákost. Olyan nagy képű. Nekem tényleg nem hiányzik. Szia, Laci. Szia. Gratulálok a házhoz. Ja, yes. Megírhatom? Találkoztál Ákossal? Aha, nagyon sietett valahová vissza. Nem hiszem. Próbáltam rábeszélni, de tudod, milyen önfejű. Nekem még dolgom van a városban.
Otthon találkozunk, vigyázz az öcsédre, ha előkerül, és ne forgassátok fel a házat, jó? Persze, anya. Különben nagyon jól néz ki. Nem sokára kész a ház. Büszke vagyok rátok. Ügyes vagy.